Megnyerted az 1000 méteres párost kajakban, illetve a kajak négyes is győzött, már ugye egyeduralkodónak számít a kajak négyes a mezőnyben. Kezdjük mégis az 1000 méteres távval, már csak azért is, mert ez volt az első aranyérem az egész csapat számára Szegeden. Hagymási Rékával voltatok, alkotatok egy párt, és hát címet védtél. 2018-ban Csipes Tamarával az oldaladon nyertél, 2017-ben Farkasdi Ramónával. Mennyire nehéz az, hogy évről évre igazából változik a partnered ezen a távon? Az élet hozza így, és én igazából elégedett vagyok, mert szerencsére nagyon jó eredmények jönnek ki ebből, de hát ugye minden év más, és mindig másra helyeződnek a prioritások és a hangsúlyok, és hát idén úgy alakult, hogy Erikával próbáltuk meg, és miután meg tudtuk nyerni a válogatót, így már egy kicsit magabiztosabban néztünk a világbajnokság felé. Ez hogyan dőlt el, és mikor dőlt el, hogy együtt indultok a válogatón? Ugye csapattársak vagyunk mind a ketten a Honvéd Sport Egyesületben kajakozunk Csipes Ferenc irányítása alatt, és igazából csapaton belül voltak próbálgatások, és ez tűnt az egyik olyan egységnek, amikor kipróbáltuk, hogy meg tudnánk esetleg csinálni ezt az 1000 párost. Csak azért kérdezem, mert több interjúban is mondtad, hogy igazából minden páros vagy négyes formációnak az alapja az, hogy egyéniben gyorsak legyenek az egyes versenyzők, de tényleg csak időeredmény alapján teszik össze a párosokat, négyeseket, vagy kell, hogy a versenyzők összhangja meg legyen egymás között? Hát valamennyi összhang természetesen kell, hogy legyen, de én azt gondolom, hogy az kialakítható. Tehát, hogyha valaki nem annyira kirívó technikával evez, akkor némi odafigyeléssel és ilyen összecsiszolással ezeket amúgy meg lehet oldani, mint ahogy a négyesnél is sikerült, de szerencsére a magyar női kajak olyan helyzetben van, hogy annyira sok, annyira magas szintű versenyzője van, hogy gyakorlatilag nagyon kevés az az összeállítás, ami nem működik. Az 1000 méteres kajak kettes nem számít olimpiai számnak. Bármit levont ez a értékéből, vagy igazából ugyanúgy kell ezt kezelni, mint bármilyen más, akár olimpiai távot? Természetesen ugye nem ugyanaz, mert hogy nem jár érte jutalmazás, de én azért szerettem volna mindenképpen indulni még 1000 páros tiszta szegedi világbajnokságon, mert hazai közönség előtt versenyezni és esetlegesen jól szerepelni, az egy annyira kuriózum egy sportoló életében, hogy én ezt szerettem volna minél többször átélni. Egyesben is szép eredményeid vannak, és most nem tudtál Szegeden egyesben indulni, ez teljesen csapattaktikai döntés volt, nem? Igen, abszolút. Ezt így átbeszéltük a csapaton belül, hogy lenne a legideálisabb, és miből tudnánk gyakorlatilag a legtöbb eredményt kihozni, és így lettek ezek a felállások. Ugye jól is jött ki, mert Csipes Tamara is nyert egyesben. Térjünk át a négyesre, hát tényleg egyeduralkodó ez a formáció. 2015 óta minden nagy jelentős világeseményen nyert a csapat, ugye tavaly célfotóval nyert, úgyhogy hiába kerülnek néha közel a riválisok, azért nem sikerül legyőzni a magyar négyest. Érdekes volt, nyilatkoztatok többször is a győzelem után, hogy gyakorlatilag edzésen szinte sosem ment jól a négyes. Ez mit jelent egy világbajnok formáció esetében a nem túl jó vagy gyenge edzés? Nem éreztük azt az átütő energiát, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát amikor így belülről érzed, mert mentek a hajóval, és érzed, hogy na, ez most valami igazán nagyon jó. És ez az érzés, ez a világbajnokságon jött elő. Tehát úgy voltak egészen jó edzéseink, voltak kevésbé jó edzéseink, de ez most 6 hét alatt, amíg együtt készült ez a 4 ember, ez egy természetes hullámzás, tehát hogy nincs olyan, hogy mindenkinek jó napja van, vagy mindenkinek rossz, tehát hogy ennek is van egy lüktetése, vagy egy bioritmusa, mint minden másnak, de voltak tényleg jó pillanatok, meg rosszabbak, de az az igazán jó érzés, hogy na, ez az, amiért jöttünk, tényleg csak a világbajnokságon jött elő. Tehát a döntőben, vagy az előfutamokban, mikor jött ez az érzés? Hát már az előfutamban hibáztunk a rajtnál, mert hát kicsit furcsa volt az indítás, és ott egy nagyon picit így lecsúsztunk erről, de egyébként már az is ezt leszámítva, egyébként egy nagyon jó pálya volt, és én már ott éreztem, hogy ez meg lehet majd a döntőbe. A fehér oroszokkal versenytetek a négyesben. Meglepő ez, hogy most a fehér oroszok voltak ott, és a németekkel igazán nem kellett számolni? Igen, a német női kajak az most egy nagyon picit hullámvölgybe került már így az elmúlt években, de nem meglepő, hogy a fehér oroszok, hisz
ők az egyetlen nemzet a magyarokon és a németeken kívül, aki tudott világbajnokságot nyerni még hozzá, azt hiszem 2015-ben, tehát nem akkora meglepetés tőlük, hogy jól mennek. Szerintem sokan kíváncsiak rá, hogy ugye négyen vagytok egy hajóban, említsük meg, ugye név szerint Gazsó Dorka ült elől, Csipes Igen. Tamara volt második beülőbe, te voltál a harmadik, és Bodonyi Dóra volt hátul. Itt kinek mi a feladata távközben? Az első ember ugye miután előtte nem ül senki, ezért ő adja a ritmust és a csapást, és neki kell úgymond irányítani az egységet. Most ebben az irányítás dologban Csipes Tamara egy kicsit a Dorkának a segítségére volt, mert az volt az edzői utasítás, hogy egy tapasztalt versenyzőnek kell a Dorka mögött ülni, hogyha esetleg elvinné őt a hév, akkor egy kicsit visszafogjuk, mert hogy ugye nagyon jó három toló ember ült mögötte, és az nagyon jó dolog, hogy sok erő van a hajóban, csak azt meg kell tanulni, beosztani, hogy tényleg az 500 métert végigbírjuk. És akkor hát úgy volt, hogy igen, hogy vagy a Tamara, vagy én fogunk mögé ülni, és akkor végül a Tamira esett ez a választás. Úgyhogy neki ez ilyen plusz feladata volt egy kicsit. Én ott a harmadik beülőben, amit én mondok, azt hallja az egész egység, így én irányítom a megindulásokat, meg én vezényeltem le a bemelegítést. A Dóri pedig a negyedik lyukban gyakorlatilag az ott a leggyorsabb, tehát ott már mozgó vízbe kell belehúzni, és ott az a legnagyobb feladat, hogy a lehető legtöbb erőt bele tudja adni abban a nem egyszerű helyzetbe, ott, mert ott egy egészen másfajta technikát kíván az evezés. Távközben vagy akár itt Szegeden a döntő közben már csak automatizmusok működtek, vagy kell ilyenkor azért improvizálni közben, látva a mezőnyt, hogy ki hogy jön? Van egy koreográfia, amit ugye begyakoroltunk, azon a körülményekhez mérten a futam előtt egy nagyon picit változtattunk, de úgy improvizálni nem kell, hogy olyat csináljunk, amit még soha nem csináltunk, hanem vannak bizonyos vezényszavak, amiket megbeszéltünk, hogy ha bármit változtatni kell, akkor egy úgymond egy másik koreográfiát húzunk elő. De erre gyakorlatilag amúgy szerencsére nem volt szükség, mert amit a futam előtt kigondoltunk, hogy egy picit másképp fogunk csinálni, mint a korábbiakban, az bejött. Beszéljünk egy kicsit a te pályafutásodról, ugye 8-szoros világbajnok vagy már ezzel a 2 éremmel, és hát hogyha valakit böngészi az eredménysoraidat, akkor az eléggé feltűnő, hogy az elmúlt 3 évben szereztél azt hiszem 6 aranyérmet, javíts ki, hogyha tévedek, de hogy azért itt volt egy komoly váltás, és olvastam, hogy te ezt hogyan interpretálod, vagy fordítod le magadban, és hogy jobban magadra figyelsz. Itt ez pontosan milyen elsősorban mentális változás jelentett, vagy egy sportoló nem alapjáraton feltétlenül csak magára figyel? Nem, mert nem robotok vagyunk mi sem, hanem pontosan ugyanolyan emberek, mint bárki más, és nekünk is ugyanúgy kell küzdeni az élet dolgaival, meg a lelki dolgokkal, mint tényleg bárki másnak, csak nekünk az a munkánk, hogy mi sportolunk, és tényleg minden nap megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni magunkból, de ezt ugyanúgy egy jogász is megteszi, vagy egy orvos, vagy bárki. Tehát önzőnek kell lenni a sportolóknak. Igen, egy picit önzőnek kell lenni, mert ez egy egyéni sportág ráadásul, és itt nem mindig kifizetődő az, hogyha az ember a saját érdekeit egy picit háttérbe szorítja, és nekem ez tényleg hosszú idő volt megtanulnom, hogy tényleg én vagyok a lehető legfontosabb ember a saját életemben, és e köré kell felépítenem ezt az egészet, hogyha olyan eredményt szeretnék elérni, mint amilyet szeretnék. Korábban akkor, mondjuk 3 évvel ezelőtt akkor úgy volt, hogy próbáltál jobban segíteni a többieknek, vagy sokkal inkább igen, csapatember én voltál? Igen, kedves vagyok, az a baj. És igen, hát volt, hogy igen, a saját káromra segítettem akár más versenyzőnek, és amikor meg én kerültem fordított helyzetbe, akkor tudatosult bennem, hogy ezt más nem tenné meg. Jövőre Tokió, nyilván erre gondolsz, bár azt is valahol hallottam, hogy a Tamarának kell téged emlékeztetni a tokiói olimpiára, bár ez szerintem csak ilyen viccelődés, mert nem hiszem, igen, hogy te keveset gondolnál Tokióra. Szóval, hogy mennyire tűnik bomba biztosnak például a te helyed a 4-esben, vagy te most mire számítasz, milyen számokban indulhatsz el Tokióban? Ugye van itt páros, 4-es, 1-es, mik lehetnek itt a prioritások?
Hát még előttünk van ugye egy év felkészülés odáig, és ugyanúgy két válogató fog dönteni a tokiói indulástól, mint a korábbi években a világbajnoki indulásokról. Ugye ugyanazt tudom folytatni, amit az elmúlt három évben csináltam, és ahogy sikerült a felkészülés, akkor én azt gondolom, hogy bármelyik számra eséllyel pályázom, tehát akár egyes, akár páros, akár négyes. Ugye most az olimpián már egyesben és párosban két egység indulhat országonként, főleg úgy, hogy nekünk a magyar női kajaknak megvan mind a hat kvótája, tehát így lehetőség nyílik egy ilyen duplázásra, és én az elmúlt három évben dobogon voltam a válogatókon egyesben is, párosban is, hát jövőre egy-kettőbe kell lenni. Sokszor beszélünk arról, hogy nyilván a magyar női kajak brutálisan erős, tényleg erősebb olykor egy-egy válogató, mint egy világbajnokság vagy egy Európa-bajnokság? Én azt gondolom, hogy igen. Nekünk például az 1000 párosban mindenképpen az volt idén is, meg a korábbi években is. Egy világbajnokságban nem mindenki világbajnok, aki mondjuk a döntőbe bekerül, egy hazai rendezésű válogatón pedig simán előfordulhat, hogy 9 világ, Európa és olimpiai bajnok áll egymással szemben.